Köszöntöm a Városi Televízió nézőit a Gasztrotúra című műsorunkban. A mai napon Soltész Tamás fogadott minket otthonába, és bundás csirkét fogunk elkészíteni. Ugye, bundás csirkét? Úgy. Mi lesz ennek a lényege egyébként? Tehát nyilván csirkéből fog készülni. Megoldjuk. Szóval, krumpli pürével lesz a csirke. A csirkét fel fogjuk elsőként csíkozni, ha jól gondolom. Jó kis csirkezeteknek, vagyis csíkokra. Majd bepácoljuk. És csinálunk egy jó kis pácot. Barbecue-s. Hát, ez a négy borsos, ez. Az a legjobb? Isten kire legyen. Tényleg nagyon jó. Olyan, mint a chipsnek a kell hozzá sója. Fokhagyni. Ha interesz. Ki hogy szereti? Teszek fel egy kis mustárt, azt mondom, hogy ez egy titkos összevegő. Igen, hát most már nem titkos, de mindegy. Meg olajat. Csak így érzésre? Tehát ez nem tudjuk meg, hogy mennyi volt? Persze, úgy érzésre minden. Pucoljon meg. Azt mondtad késsel. Majd én kézzel megpucolom neked. These niggas don't know. They can't rhyme with us. Dumb suckers got to go. We script writers, you dick biters. We flow beside us. You die slow from hepatitis. It's big brass. Ignite lighters. Watch a sizzle. We hold mics as pistols. Crush bone bristles. Blow whistles for the illest composure. Blackout. Walk on class when I'm pumped dozer. We bug out. You see that girl that you love, my nigga dug out. Slick ass with the tongue out and grab dicks. Hitting harder than these dirty nasty drum kicks. Hey, yo, we take strikes. Pound and build and break mics. Late night suckers are catching stage fright. Yo, we stay tight. Hát egyébként ez ilyen nem saját recept, mert végül is. Hát ez. Így jött, hogy ezt kipróbálom. De láttad az interneten ezt a receptet? Hát igazából tészta bundát néztem meg, valami mézes csirke, vagy nem tudom minek a bunda receptjét veszem alapul, de egyébként én azt is totál egyénileg fűszerezem. Mert gyakorlatilag annyi, hogy tojás, kis olaj, kis liszt. De most mit tettünk ebben? Mert amúgy én nem is figyeltem. Ebben olaj van, ugye ez a gyöngyborsos. Igen. Meg egy kis mustárt tettem bele, az is ilyen ízlés. Ja, de ebben nincs tojás, meg ilyesmi. Hát ez egy pác, egy olajos pác. Igazából ez most egy kicsit ilyen hamar téma, hogy dobjuk össze, meg ilyenek, de én ezt úgy szoktam, hogy egy napig elmenni azért. Hát, ja, igen. Úgy az igazi. Azt írja a papíron, hogy mikor fél óra pácolás után sütetem, hogy ez ilyen gyors pác, de én azért szoktam hagyni. Mert úgy abban összejönnek az ízre? Hát, úgy lesz. Zamatosabb lesz a hús. De ezt hányszor készítetted ezt az ételt? Igazából ezt olyan, nem tudom, 5-6-szor, ez még ilyen új dolog, mert régebben csináltam azt, hogy ilyen kockákra vágtam a húst, úgy pácoltam, de csak akkor ugye nem tészta bunda, hanem csak simán megsütöm, és mit tudom én, ahhoz is valami köretet, vagy én csináltam olyat, hogy vettem zsemlét, és akkor ilyen frankó húsos szemültet csinálni, hogy saláta bele, hagyma, majonéz, stb., meg a hús, és akkor ilyen tök jó szendvics kerekedik belőle. Csak azt viszont sokat csináltam, és akkor így elkezdtem gondolkozni, hogy valamit újítani kéne, mert az így unalmassá válik, igen. Amúgy meg szeretem nagyon így a csirkemel témát. De amúgy én nem is ismertem ezt a receptet, úgyhogy ez most teljesen igazából, olyan, mintha egyedi lenne. Akkor lehet ilyen, hogy van szezámmagom, vagy ilyen különböző magvat beletenni a tésztabundához is, akkor ilyen szezámmagos lesz. Meg hát igazából, ami az embernek ilyen ínyére van, hogy bele pakkod kézisítésnek. Láttam már olyat is, hogy ilyen bundába például hagymát darabolnak.
Viszont azzal szerintem nehéz kisütni, mert megint. The train bar, cause it's guaranteed it's a bomb and I got my name on it. Lyrical sparring, but you don't got the brains for it. So protect your neck, we usually take all ninjas garments. Mega flavor, none greater, elevating my cerebral. The shit we kick is always resonating with the people. So where you at? Right here. You pump it up like this. Now break it down. Do what you want. Some blabberastic shit. Oh yeah. Ask me down, I'm bitty bang like. Boom. I send my vibe into the world and let it resonate through. So what you want to do? Hey, I feel like busting loose with my crew. Like Yaku, over busted loose. Representing with the mic. Check 1, 2, you're coming untrue. Like Frank, I beat that ass with my shoe. Give me some room, I snap on it, killing the tune. Set it off, extra large, you make your miniature moves. We next level in milliseconds, leave them hella confused. Plus on top of that, your girlfriend keeps sending me nudes. Go hard like heavy metal, hit them like harpoons. Pass through, blast and blast when I draw like cartoons. In the middle of town at high noon. Fuck them up like Lucky Lucky and your shadow ain't Saint Dude. Decapitating fools like my name Mace Windu. So watch them up. Now how about some more cool like Lil Wayne? Do we wait past? Great, just watch me demonstrate by blessing all the people and letting it resonate. So where you at? Right here. You pump it up like this. Now break it down. Jó, néz ki mi? Aha, nagyon. Egyébként lehet ezt úgy is csinálni, hogy például grillsütőn megsütöd, és akkor nem tészt a bundálod, csak simán megsütni. Ez egy kicsit áll, mert ugye pácolódni kell neki. Akkor szerintem... Respect is creation, worldwide resonation ting. Hey yo, come on. I sing salute, 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 yo. Wheel up. Mennyi vizet tettél bele? Hát én úgy szoktam. Vagy ez ugye ellepje? Én úgy bőven. Szoktam, hogy ja, legyen fölött egy ilyen, itt tudom én, 2 centi víz. És akkor só... Hát gyakorlatilag az a lényeg, hogy megfőjön, megpuhuljon, tehát a vizet úgyis leöntöd róla utána, tehát annyira. Én egy kis sót szoktam bele így főzéskor, utána meg én szoktam fűszerezni, tehát akár ilyen pálc téma fűszert beleteszek, meg borsót, vagy... Hát ez is olyan, hogy ami... Ki hogy csinálja, mert egyébként meg például van olyan, aki joghurttal, vagy tejfőnnel... Én teszek vele tejfőt, meg egy nagyon kicsi margarint. Aha, attól lesz ilyen finom. Hát, de ilyen ezt, is csak ilyen, ilyen érzése, tehát nincs az, hogy most itt a néhány gram, meg deka, meg akár, hanem csak így érzése. Elég lesz. Szerintem igen. Akkor tegyük meg a fő. Nas told me though, the world is yours. They ain't a human alive to stop my shine. Who resume is iller than mine is? M. Ready for the beans, legendary heavyweight. Now I travel. Akkor csináljunk tészta bundát. Azt nem kell követni. Elkövetni. Hát most nem is tudom, hogy ehhez a góshoz, mert ez most egy kisebb mennyiség. Lehet, hogy elég egy is. Nem semmi súlyozat. Remélem ez benne volt. De ez jó még attól, nem? Csak ott a kitérőt. Jó, vagy? Vagy vegyünk másikat? Vagy? Hát vezünk egy másikat is. De nem akarsz pocsékolni? Ja. A tojás téma ez egy külön tudomány. Na, helyes lesz. Ezt a szín kivesz a gép. Fúgy kivesz. Nem, ugye megszakértem, hogy jó. Jó illatát, igaz. Nem büdös. Nincs a legúr. Itt meg volt repedve, szerintem azt úgy bele robot. Ebbe kell liszt. Igen, nekem van egy peckó teljes kérdésű lisztem. Tehát teljes kérdésű tönköly lisztet fogok használni. Meg ez van. Te jó. Mit szoktad még beletenni? Igazából ez is olyan, hogy én például azért vettem ki még egy fűszerkeverőt. Mert azt is fogsz beletenni.
mert én szoktam ilyet is beletenni. De gondolom nyilván nem az egész zacskó. Jó, nem. Hát ez csak ilyen nagyon érzésre teszünk bele. Igazából ilyen, mit tudom én, mondjuk egy kis kanál, talán, ami bele fog menni. Úgy legyen azért belőle. Kell egy kis olaj bele. Hát ez olyan, mint egy pohár. Ugye megnézzük, mert abban nem teszek olyan sok olajat, mert múltkor két tojásból csináltam, de akkor hát durván kétszer ennyi hús is volt. Uh-huh. Meg hát igazából ez gyorsan össze lehet kutyulni. Mert, az a lényeg amúgy, hogy milyen állaga lesz a végén, úgy lehet megdefinálni. Hát ennek igazából... Ezzel fogod összekeverni? Hát nekem nincs fokon van. De miért nem izével? A villával vagy... Én nem tudom, ezek a szilikonok, ezek ilyen jó dolgok, és én jó vájás sütőport nem tettem, de nem az egy lényeges rész a dolognak, az a ez amúgy szerintem kellni fog még valami. Én vizet szoktam, tejet is ír a recept, tehát lehet tejet is tenni hozzá, én nekem ritkán van itthon tejem, nem vagyok nagy tejes, úgyhogy... Úgyhogy most sincs? Hát nem igen. Hát de ez most kell akkor? Egy félzacskó sütőpont? Hát azt is így, nagyon sokat se érdemes szerintem tenni bele. Inkább egy ilyen egyharmad vagy. Egy egyharmad szacskó. Tegyünk hozzá a vizet. Jó, kis is a te kezembe. Hát igen, mert egy kicsit kemény. Ilyen én különben... Víz hát majd öntünk még hozzá, csak ez dolgoz, de több ne legyen csomós. Hát ennek ilyen palacsinta tészta jellegűnek kell lenni, tudod, ilyen inkább sűrűbb, mint folyósabb, hogy rajta, jobban rajta maradjon. Hát ilyen, tudod, mindent érzéssel. Értem. Mindent érzéssel. Igen, főzni érzéssel. Hát ez... Már megtanultam itt mellette. Szoktam egyébként recepteket nézni, tehát ugye általában azért bármit csinálok, rá szoktam keresni neten, és akkor egy-két receptet megnézek, hogy hogy csinálják, és akkor vagy teljesen lekövetem, vagy ugye magamnak alapítgatok rajta. Hogy tudod ezt elkavarni? Mármint úgy értem, hogy a nincs kézi habverőd? Ja, hát én akkor nem dolgozok a kézi habverőd. Bocs, van a habverőd. Van egy ilyen kis egyszerű, hogy ilyen... Ha valami süteményt kell csinálni, az ugye egy alap. Dissecting edits, then reforming the jam. The hands in motion, causing
commotion. Who puts a buzz in every speaker? The soul song with the next man sound that's bound to reach you in your urban area. Feel the hysteria is springing. Got him ringing the alarm like tennis on, so heed the warning. Sonics be bombing. Rhythms they rain down to wet you and stretch the conceptions of the uses of the text and the vinyl. But Lou be dropping beats to break your spinal. While DJ Search brings it back with the then they the tables get torn, showing the style to impress the next with fade and finesse. And all that mess. We stressing the point, coming with hot joints to hit ya. The next man flexing his set, bound to get ya. Moving. Kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak, hogy elkészítettük ezt a finom ételt, legközelebb is tartsanak velünk, a viszontlátásra!